Szintén másodrendű, de ez már inhomogén lesz. Jó? Tehát ez megint egy másodrendű inhomogén lineáris differenciál legyen, tehát y második derivált, mínusz 4y derivált, meg 4y az egyenlő e ad 2t. Megadja a feladat nekünk, hogy itt a lambda 1, 2 a karakterisztikus egyenlet megoldása, az a 2. Tehát kétszeres gyökünk van, és 2 a karakterisztikus egyenlet megoldása. Azaz, hogy néz ki az y homogén általános megoldásunk? Mert ezt már nem adta meg, de szükségünk van rá. Hogy fog kinézni? Ugye azt mondtuk, hogy az együttható, tehát a karakterisztikus egyenlet gyöke, az itt az e adnak az együtthatója lesz. Tehát akkor azt írhatom, hogy c egyszer e ad 2t, eddig stimmel. De kétszeres gyök, tehát itt c2-ször, hát nem ugyanazt írom, hogy e ad 2t. Így van, egy t-vel meg kell szorozzuk. Oké? Tehát itt a kétszeres gyök miatt itt ez t-szer e ad 2t. Így kettő darab független megoldásunk lesz, ugye, mint fundamentális megoldás, amik lineárisan függetlenek egymástól. Jó? És akkor ebben az esetben az inhomogén egyenletnél hogyan keresem a partikuláris megoldást? Tehát most keresek egy olyan függvényt, ami megoldja ezt a rendes inhomogén egyenletet, mert ugye ez a megoldás, ez csak akkor van, hogyha ez itt nullával egyenlő. Tehát ez csak a homogén résznek a megoldása. A partikuláris megoldást ugye most a próbafüggvény módszerével keresem. Ha a zavaró függvényem, ő ugye a GT zavaró függvénye. Ha az zavaró függvényem E a 2T formában van, akkor milyen formában keresem a próbafüggvényt? E-ados formában, igen, az jó. Milyen E-ados formában? Ugyanilyen formában keresem, mint ahogy itt a zavaró függvényemben van, tehát E a 2T formában keresem, tehát ezt írhatom is, hogy az E a 2T formában van. Ugye ez mivel van megszorozva, mint polinóm, mert ugye, hát egy egyessel van, tehát hogy egy nulladfokú polinómmal egy konstanssal van megszorozva, tehát akkor itt is valami konstanst keresek hozzá, ugye, az is kell, és még mi kell hozzá? T-négyzet, igen, jól mondod, miért kell a T-négyzet, mert az a kettő itt az zavaró függvénynél az E kitevőjében az együttható, ez a kettes, ez kétszeres gyöke ennek a baloldaliból kapott karakterisztikus egyenletnek. Ilyenkor t négyzettel be kell szorozni még. Tehát ez még szor t négyzet. Ha itt ez a kettes csak egyszeres gyöke lenne, tehát itt a lambda 1, lambda 2 az lenne, hogy mit tudom, 1 és 2, akkor csak t-vel szoroznánk. Ha pedig itt a gyökök mínusz 1 és 3 lenne, akkor ugye semmivel nem szoroznánk, mert nem gyöke. Jó? Jó, és akkor ilyen formában keresem a megoldást, az mit jelent, hogy ezt a partikuláris megoldást le kell deriváljon kétszer így általánosan a C-konstanssal együtt, és utána visszaértesítsem ebbe az eredeti inhomogén egyenletbe. Akkor itt mit fogok kapni? Y derivált megszorozva, C-szer, ha az E ad 2T-t, akkor ez kétszer E ad 2T-szer T négyzet, plusz C-szer E ad 2T, és most a T négyzetet deriválom, akkor az 2T. Aztán az y második derivált partikulárisan akkor az mi lesz? 2c-szer e ad 2t, az megint egy kettest kiad, és szer t plusz... Igen. Úgy van az a t négyzet. Igen, akkor plusz most 2c-szer most a t négyzetet deriválom, akkor ez e ad 2t-szer 2t, és plusz most ezt a részt deriválom, akkor az c-szer 2-ször e ad 2t-szer 2t plusz, most a 2t deriválom, akkor az c-szer e ad 2t-szer 2. Akkor ezt a második részt ezt írjuk le talán még egyszer. Akkor már megint találtam a t-négyzetet? Nagyon ügyes vagyok. Jó, rendezzük. Tehát t-négyzetszer e ad 2t, az csak itt ebben a részben van, ez meg van szorozva nekem 4c-vel. Aztán t-szer e ad 2t van itt is, meg itt is. T-szer e ad 2t, ez itt 2, 4c, ez is 4c, tehát összesen ez 8c-vel van megszorozva. Plusz, és az e ad 2t, itt már nincs t-vel való szorozás, ez 2c-vel van megszorozva, jó? Itt, ott az első deriváltnál szépen van rendezve,
az eredeti függvénynél szépen. És akkor most mit kell csinálni? Most ezt a, ezeket a csúf dolgokat be kéne helyettesíteni ide az y második derivált, y derivált és az y helyébe. Marha hosszú valamit kapnánk. Helyette nézzük, hogy a t négyzetszere ad két t, t szere ad két t és az e ad két t-nek milyen együtthatói lesznek. Csak ezeket vizsgáljuk, mert ugye ezek lineárisan független függvények, ezek együtthatóit a bal oldalon és jobb oldalon vizsgálom, jó? Tehát akkor most írom ide, hogy t négyzetszere ad 2 t, hogy fog alakulni. A bal oldalon, itt y második derivált, y derivált, y-nál vizsgálom. Y második deriváltnál 4c az együtthatója, tehát akkor 4c, mínusz 4-szer, és most megnézem, hogy az y deriváltnál mi az együtthatója, ott 2c az együtthatója, tehát mínusz 4-szer 2c, plusz 4-szer az eredeti függvényemnél az együtthatója csak egy c, plusz 4-szer c. És ez egyenlő, a jobb oldalon pedig nincs t négyzetszere ad 2t, tehát ott az nullával egyenlő. Jó? Aztán t-szer e ad 2t-nek nézzük most az együtthatóját. Az y második deriváltban t-szer e ad 2t-nek 8c az együtthatója. Utána van mínusz 4-szer y deriváltban nézem az együtthatóját. T-szer e ad 2t-nek 2c lesz. Ugye ott van egy kettes is. Tehát 4-szer 2c. Az eredeti függvényemben meg nincsen t-szer e ad 2t-s tagom, tehát ezzel végeztem, egyenlő, jobb oldalon sincs t-szer e ad 2t, tehát ez nullával egyenlő szintén. Aztán most az e ad 2t együtthatóját nézem, és ez lesz az egyetlen értelmes dolog, amiből számolnunk kell igazából. Ennek mi lesz? Csak az e ad 2t-nek a második deriváltnál 2c az együtthatója, aztán az első deriváltnál ugye mínusz 4-szer. Az első deriváltnál nincsen csak simán e ad 2t-s tagom, tehát ott 0, plusz 4-szer, az eredeti függvényemben sincsen sima e ad 2t-s tagom, az is 0, és ez egyenlő, itt az együtthatója az e ad 2t-nek pedig 1. Oké? Tehát ez egyenlő 1-gel. És akkor ebből az első két egyenletben, mivel kétszeres gyök volt, tehát kétszeres rezonancia van. Itt az első két egyenlet az azonosságra kell vezessen. Ugye 4c minusz 8c plusz 4c az tényleg nulla. Tehát ez azonosság, ez megint azonosság. Innen látjuk, hogy jól dolgoztunk. Ezek gyakorlatilag, ha beírnánk az egyenletbe, végig kiesnének. Oké? És nekünk csak ez a rész marad meg, amiből a c-t ki tudom számolni. Tehát 2c egyenlő 1, c egyenlő 1, 2 marad. Amit visszahelyettesítve oda megkapom ezt a partikuláris megoldást, hogy ez nem más, mint 1, 2, t négyzetszer e ad 2, t. Tehát ez az a függvény, ami megoldja azt a másodrendű differenciál egyenletet. És akkor innen, hogyha most már megvan ez a függvényem, akkor meghatározzuk ennek az inhomogén differenciál egyenletnek az általános megoldását, tehát IH inhomogén általános megoldás. Ugye veszem a homogén általános megoldást, tehát c egyszer e ad 2t plusz c 2-ször t-szer e ad 2t plusz ez a partikuláris megoldás, amit itt kiszámoltunk az előbb, plusz 1-2-szer t négyzetszer e ad 2t. Akkor ez kikeveri az összes olyan függvényt, ami megoldja azt a másodrendű differenciál egyenletet. Jó? Kérdés? Tehát, hogyha ilyet kaptok, először homogén rész, ott kapok két gyököt, abból megvan a homogén általános megoldás. Utána a partikuláris megoldás ennek a zavaró függvénynek, hogy itt a jobb oldalon mi van, annak megfelelően próbafüggvénymódszer, negyedik gyakorlati feladatsornak az elején van egy jó kis táblázat, plusz a képletgyűjteményben egy kicsit bonyolultabban, de ugyanaz megvan, úgyhogy ezeket érdemes kinyomtatni, elhozni magatokkal az EH-ra. Megvan, hogy hogy keresem a próbafüggvényt, egyszer-kétszer lederiválom, hogy vissza tudjam ide helyettesíteni, és akkor megcsinálom a visszahelyettesítést, illetve hát nézem a lineárisan a független függvényeknek az együtthatóit, és akkor abból kiszámolom a konstansokat. Megvan a konstans, megvan az a konkrét függvény, ami megoldja az inhomogén részt, és utána már nem kell más csináljam, csak összeírjam a homogént, meg azt az egy konkrét függvényet, és megadja a teljes megoldást. Oké? Nagyon unottan nézhetem.